Sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek benneteket ismét a csatornámon. Ma be kellett jönnöm Szekszárdra, és pont úgy jöttem, hogy Ofit is fel tudtam venni, mert ő előbb végzett ma az iskolában. Úgyhogy együtt elmentünk az Eurós boltba, aminek már Ecofamily a neve, és a Lidlbe. Úgyhogy most az ottani vásárlásokat fogom veletek megosztani. Miket vettünk, mennyiért vettük, megint lehet tippelni. Tartsatok velem a mai napon is, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok a tagok, a csatornám lakója, hogy mostanában mondani szoktam, és írjátok meg, hogy szerintetek megérte ez a két bevásárlás. Nekem megvan a véleményem, de majd a videó végén fogom kifejteni, nyilván, ahogy szoktam. És még mit akartam mondani? Tényleg szóljatok hozzá, lájkoljátok, hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és nyugodtan ez alá, a videó alá is írjátok meg, hogy mik azok a tartalmak, amelyeket még szívesen látnátok tőlem a vlog hét keretein belül, úgyhogy gyertek, nézzétek meg, hogy milyen nálunk egy hóvégi nagyobb bevásárlás. Szia, pont rólad beszéltem, hogy felvettelek, mert ma a rövid napod volt a suliba. Ofi, amúgy amíg elkezdtem videózni, befutott a kínai büfébe is, hozott nekünk finom ebédet, és képzeljétek el, hogy voltunk nemrég turizni is, majd erről is ki fog jönni egy videó, és ezt Ofi ajándékba kapta, mert a barátnőnk az, aki a turit vezeti, és hát nagyon jóba vagyunk vele, családi jó barát igazából, és hát így nézegettük, néztük, hogy miket kéne Ofinak venni, és akkor meglátta ezt, és már mutatta is neki, és egy szó mint száz, hogy ajándékba neki adta, úgyhogy Ofiról azóta nem tudom levakarni, csak amikor este megy aludni. Na jó, nem, ez csak vicc volt. Tartsatok velünk akkor a mai napon is, és hazamegyünk, és kicsomagoljuk, amiket vásároltunk. Na, itt vagyok, hazaértünk Ofival, már egy jó pár órával ezelőtt, közben ránk is esteledett, csak nem volt időm még azonnal rögzíteni a videót, úgyhogy most kipakoltam nektek. Az első, amit mutatok, az az Ecofamily-s bevásárlásunk, és közben, miközben mutogatom, meg majd látjátok, hogy mikor érek a végére, akkor lehet becsülni egy összeget, hogy vajon mennyit költhettünk erre a vásárlásra, mennyi volt összesen. Hát szomorúan konstatáltam, hogy többnek tűnt ez a bevásárlás, úgy mennyiségre, nem összegre, többnek tűnt, mint tehát a csomagtartóban, mint ahogy most így kipakoltam, most sokkal kevesebbnek tűnik, és szerintem relatív ahhoz képest túl sok volt megint az ára, de ezt majd ti eldöntitek, azért is van ez a videó, és ahogy az előző videómban, úgy most is Kornél szeretne nektek beköszönni, de már le is raklak, mert meg kell törölni a nózidat, anya megtörli mindjárt. Gyere hozzá egy zsepit. Meg volt az orrtörlés, úgyhogy most folytatom. Tehát relatív szerintem még mindig elég sok az összeg, de mutatom már is, hogy miket vásároltam. Gyertek, nézzétek meg! Van az Ecofamily-nek egy saját márkás, 200 darabos újrahasznosított papírzsepi terméke, úgyhogy ebből vettem most kettőt, ki is próbáltuk az egyiket, ezt bontottuk meg Kornélnak végül. Nekem ez nagyon vékony, tehát ebből két darabot tépnék magamnak, hogyha kellene, úgyhogy lehet, hogy ezt most vettem először és utoljára, nem tudom nektek mi a véleményetek, akik használták, vagy használják, nem tudom. Szerintem nagyon-nagyon vékony. Tök jó, hogy 200 darab, de most, hogyha összeraksz kettőt, akkor már is csak 100, és akkor úgy annyira nem éri meg, mert 700 forint volt amúgy ez a csomag. Akkor már inkább maradok a DM saját márkásnál, mert annak sokkal jobb az anyaga, és az igaz csak 160 darabos, hogyha jól emlékszem, de árban kb. Ugyanez. Úgyhogy nekem ez annyira nem jött be, de vettem ezt is, gondoltam, megmutatom nektek. Ebből az Oops Maxiból, amit nagyon szeretek, jobban szeretem a Cevet, de most ez volt akcióba. Ebből kettő csomagot vettem, az egyiket már fel is avattuk. Amikor tudom, hogy nem jönnek hozzánk nagyon sűrűn vendégek, akkor megmondom őszintén, ebből szoktunk tépni, félbevágjuk, és nagyon sokszor ezt használjuk szalvétának, mert nálunk egy csomag szalvétának nevezett szalvéta 3-4 nap alatt fogyna el, és sokkal drágábbra jönnénk ki vele, úgyhogy én ezt használom már nagyon régóta szalvétának. Aztán ezt nem hagyhattam ott, a kedvenc színem ez a menta szín,
vettem két bögrét, 3,99 volt darabja, úgyhogy ez is nagyon megérte, van többféle színben, érdemes megnézni. Kutyakaja, erre Ofi hívta fel a figyelmemet, hogy milyen olcsó, és milyen szuper, úgyhogy vettünk kettőt, Picúrnak kipróbálja. Aztán én a főzőtejszínből a Millit szeretem, úgyhogy vettem egy ilyen duópakot, ez csak az Eco Family-ben éri meg számomra, mert ott 900 forint, mindenhol máshol ilyen 1300-1500 forint között mozog, úgyhogy szerintem egész jó áron lehet ott kapni. Aztán ezt is Ofi vetette velem, habár ott nagyon jó áron volt ez a ceva is, most pontosan nem tudom ez mennyibe került, de jóval olcsóbb volt, mint másutt. Ez a friss tea illatú ceva zsebkendő csomag, tudjátok, ezek 10-esével vannak csomagolva, ez nagyon szeretjük, annyira finom az illata. Nem a legolcsóbb ez a ceva márka, de néha nagyon szeretem megvenni a minőséget, és akkor ezt visszük ide-oda magunkkal, és egy ilyen jó érzet van tőle. Nem mellesleg tényleg az orrunkat ez kiméli a legjobb, amikor meg vagyunk fázva. Aztán vettem ezt a Ceva Deluxe WC papírt, ez közel 3000 forintba került. Mindenhol máshol 3000 forint fölött van ez a levendulás. 3 rétegű, 16 darabos WC papír. Ott 2890-nért vettem az Eco Family-be, úgyhogy én ajánlom nektek, hogy látogassatok el oda, vagy akár a honlapjukra is, ugyanis lehet tőlük a neten keresztül is rendelni. De akkor folytassuk is, tonhalkrém, nagyon szeretjük, aki még nem kóstolta, de úgy gondolja, hogy ízlene neki, az kóstolja meg a füstölt ízű tonhalas pástétomot a Hamé-nak, nagyon jó, és ez is elég olcsónak számít az Eco Family-be, 450 forint darabja, tehát én azt mondom, egyáltalán nem olcsó, egy éve még 200 valamennyiért vettem őket, de hát mindenek felment az ára, úgyhogy ez van. Sima tonhalas pástétomot szeretik nagyon a gyerekek, úgyhogy vettem nekik is kettő csomaggal. Aztán itt vannak szörpök, látjátok, van két zéró, meg három sima. Én nagyon szeretem a pölöskei szörpöket, mert ahogy telnek az évek, én azt vettem észre, hogy egyre jobb az íze ezeknek a szörpöknek, és egyre több a gyümölcs tartalom bennük, úgyhogy ezt a kettőt, ezt Joe-nak meg magamnak vettem, nagyon finom mind a kettő, az eper is, meg az alma szörp is, érdemes megkóstolni, szamóca és alma szörp, aztán ez már egy kicsit hiányos, ugyanis kipróbáltuk, és nagyon finom, ez a házi limonádé citromos mentás ízzel, ebben csak mondom, hogy 50% a gyümölcs tartalom, úgyhogy nagyon érdemes megkóstolni, aztán a kicsik kedvence, a Bubble Boy, ennek megszólalásig szerintem tutti juice íze van, skacok, úgyhogy érdemes megkóstolni, akár szénsavas vízzel, még felnőtteknek is ajánlom, túl nagyon durva energiaital íze van, vagy pedig sima vízzel is nagyon finom, és most van egy ilyen limitált kiadása is a pölöskei szörpnek, ez egy epres, banános, unikornisos, karácsonyfás szörp, pölöskei mesék szörp, és ebben is 50% gyümölcs tartalom van, ami én szerintem érezhető is, és ugye ami még nagyon mellette szól, hogy csökkentett cukortartalmú mind, úgyhogy cukorral és édesítőszerrel készülnek a pölöskei szörpök. A higítási aránya nem annyira jó, mint mondjuk egy ilyen Frutamaxnak, a Frutamaxból több jön ki, de ízre én szerintem jó, ez is nagyon finom, de meg ezt is szoktuk venni, de a pölöskei szörpök azok nagyon-nagyon viszik a prímet az itthoni szörpök területén, és végül, de nem utolsó sorban, ugye ennyit vásároltam, hogy mindjárt mutatom, ez is már meg van bontva, ez egy cukormentes chocolate chip, és nagyon finom cukormentes csoki süti, ezt Joe-nak hoztam, de én is belekontárkodtam, ettem belőle kettő darabot, kávéval nagyon jó volt, úgyhogy hát nézzétek meg, ennyi mindent vásároltam, szerintetek mennyibe került, annyi, hogy minden rajt van a képen, kivétele még egy ilyen papírtörlő csomag, ami amúgy 10 tekercs papírtörlőnek felel meg, nyilván nem a legvastagabb réteg, de még mindig azt mondom, hogy nagyon jó minőség, úgyhogy vettem zsepit, papírtörlőt, két nagyon szép bögrét, két kutyakaját, főzőtejszínt, 4 tonhalpástétomot,
WC papírt, zsebkendőt, ilyen 10-es csomagolásúakat, pöröskei szörpöket, amiket nagyon-nagyon szeretünk, meg egy ilyen zéró kekszet, úgyhogy ezt írjátok meg gyorsan, amíg megy ez a videó, hogy szerintetek mennyi volt ez a vásárlás. Na és akkor hagyok még pár másodpercet, hogy gondolkodjatok, de amúgy felesleges, mert három betű, sok volt. Na jó, mondom, 19.980 forint volt összesen ez a vásárlás. Tudom, én is csodálkoztam rajta, vagy nem tudom, hogy ti csodálkoztok-e, de én igen, és bizony sok kicsi sokra ment, úgyhogy igen, az összeg stimmel. Annyi, hogy ugye a WC papír volt az, ami nagyon vitte itt az összegeket, de ezt leszámítva nem vettem semmi olyat, ami ilyen nagyon brutálisan drága lett volna, úgyhogy ez van. Viszont sok mindent vettem, ami tényleg sok kicsi. De most menjünk tovább, és akkor nézzük meg a Lidl-ös vásárlást. És akkor kezdjük is, vagyis folytassuk is a Lidl-ös bevásárlással. Kettő ilyen kólát vettünk, tudjátok rólunk, mi nagyon szeretjük a siti kólát. Főleg, hogyha cukormentes, és ez elmondható erről a fajta kóláról, és finom az íze is, és nem olyan, hogy kibontod, és 5 perc múlva már nincsen neki semmi szénsav tartalma, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, árban is egész jó. Nem is tudom, mennyibe kerül, 150 forint, vagy 170, már nem is emlékszem, viszont még lényegesen olcsóbb, mint a többi. És akkor térjünk rá a nagyon finom és visszahűtendő dolgokra, csak addig vettem elő gyorsan, amíg levideózom őket. Ez a debreceni annyira gusztán néz ki, és mi nagyon szeretjük, hogy 2 csomagot vettem, nem mindannyian szeretjük, de a gyerekek közül is egy páran oda vannak érte meg vissza, úgyhogy mindig megy a hajsza, hogy ki mit eszik. Ez most akciós, úgyhogy ajánlom nektek. Látjátok, 30 deka ez a 3 darab, tehát darabonként 10 deka. Nagyszerű, ezt most így matekból megállapítottam magamnak. És vettem 2 ilyen 1-1 kilós baromfi rudacskát, ezt nagyon szeretik a skacok, úgy hívjuk, hogy retro virsli. Ez nagyon finom mustárral, hotdogba, de önmagában is egy kis fehér kenyérrel, úgyhogy mindannyiótoknak ajánlom, ez 1200 forint per csomag. Vettem 2 ilyen szeletelt csirkemellfilét, hát igazából nem erre gyúrtam, hanem az 1500 forintosra, ugye az 1 kilósra. Ennek darabja volt egy 1000-es és csak 0,5 kiló. De nem baj, mert a hétvégén, hogyha úgy lesz majd időm, holnap vagy holnap után, szeretnék, képzeljétek el, házi felvágottat készíteni, igazi csirkehúsiból. Úgyhogy ha összejön, akkor ez lesz az alapanyag, ha nem, akkor egy nagyon finom ebéd lesz belőle, majd meglátjuk. Ehhez vettem amúgy ehhez a házi felvágottas történethez 2 csomag békönszalonnát, mert az is kellene hozzá. És mivel a sörfelvágott tök jó áron van, és nagyon finom páclében van, nagyon jó ízzel bír, nagyon szeretjük, ezért vettem ebből 4 csomagot, most hóvégére tökéletes lesz. Sertés Párizsiból vettem egy csomaggal, Ofi kérésére nagyon szereti, azt mondta, hogy szerinte ez az egyik legfinomabb párizsi. Úgyhogy ezeket vettük. Marinált tofu, mivel van itthon egy nagy jégsaláta, meg egy pici paradicsom is még, meg hagyma. Szerintem ezt a marinált tofut egy kicsit megpirítjuk, mi úgy szoktuk, és rá fogom kockázni a finom salátára. Ugye mostanában nagyon odafigyelünk, hogy este mit eszünk. Ebből kifolyólag napközben is csak, és kizárólag Joe-val nagyon finom rozsos kenyereket fogyasztunk. Ilyet még sose próbáltam. Aki ismeri, megírhatná, hogy milyen. Nem a jó kenyér, magát a jó kenyér márkát ismerem, hanem ezt a burgonyás rozsos kenyeret még nem próbáltuk. Úgyhogy ebből vettem 2 csomaggal. 2 1 kilós kenyeret felszeleteltem. A gyerekek nagyon szeretik, sajnos én is, de most mellőznöm kell. És mielőtt nem felejtem még el, vettem 2 ilyen 7,5 decis bodri bort, ugye ezzel el is büszkélkedhetek, mivel itt van nálunk a bodri birtok Szekszárdon, ott volt a húgomnak is, meg a sogoromnak az esküvője, és ez a bor, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom, ajánlom nektek, amúgy megnézhetjük, hogy milyen borból készül, ez egy szekszárdi küvé, 2021-es évjárat, és van egy ilyen nagyon aranyos kis mondóka, amit Bodri Orsi írt, Bodri kutya faluhelyen üldögél a szőlőhegyen, lila nyelve mindig kilóg, így várja a borozgatót, és tényleg, ha már valaki volt itt Szekszárdon a Bodri birtokon, szerintem óriási nagy élményekkel távozott, ugyanis egy nagyon szuper hely, amúgy a születésnapomon oda vitt el Joe vacsorázni.
Egy szó mint száz nagyon ajánlom a vörös bort tőlük, de az összes féle bort, a rozét is nagyon szeretem, azt pedig úgy hívják, hogy Bodri Rozi, emiatt, hogy Rozit is ugye Rozinak hívják, a hasonlóság miatt is biztos azért is nagyon szeretem, meg amiatt is, hogy nagyon finom. Vettem két ilyen tortilla wrapet, ugye nekünk kettő kell alapból, mert 6 darab van egy csomagban, hát az a fél fogára nem elég a családnak, úgyhogy mi ilyen duplán vásárolunk, meg triplán, meg nem tudom, hogy látjátok mennyit. Úgyhogy lényeg az az, hogy szerintem ezt hétvégén elsütöm egy ilyen zöldséges, csirkés, tortilla-szerű valamiben, majd meglátjuk. Szerintem nagyon fog ízleni a családnak. Ja, meg van még egy brokkolim is, finom, friss, nemrég vettem egy 2 nappal ezelőtt brokkoli krémlevest, szeretnék majd belőle csinálni. Na, de mindegy, most kanyarodjunk is vissza ide. Úgyhogy hol is tartottunk? A kenyereknél voltunk. Aztán akkor, amit most félredobtam, az előbb azt mutatom, ezt nagyon szeretjük, már sok-sok éve veszem, ezt a mazsolás, csokis mazsolát, úgyhogy ezt is majd hétvégére ebéd után fogjuk elcsemegézni a családdal. Hát ez azért egy 20 dekás csomag, úgyhogy viszonylag elég lesz szerintem mindannyiunknak, nem is szabad bele sokat enni, ugye? Hát figyeljetek, lassan a tojással lehet udvarolni, meg mindenfélét csinálni, mert olyan csillagászati ára van. Jó, nyilván nem ér fel egy Audival, vagy egy BMW-vel, vagy egy drága luxus vacsorával, de halljátok, nagyon durva. Tehát ez a 18 darab, nem is tudom mennyi volt. Hát írja meg, aki tudja. Szerintem egy 1500 forint biztos, de lehet, hogy keveset mondtam. Szóval vettem ezt a tojást, mert a házi felvágotthoz ez a tojás, tehát tojás is kell. Azt hiszem 2 darab. Egy kilós házi csirkemell felvágott rúdnak, de majd mindjárt megnézem. Ha gondoljátok, ide linkelem a videó alá, hogy milyen házi felvágottat tervezek készíteni. Szoki konyhája YouTube csatornáján láttam. Azt hiszem friss feltöltés, és nagyon guszta, és nagyon egyszerű, úgyhogy csak egy őszgerinc forma kell hozzá. Úgyhogy nézzétek majd meg a videót, amit ide linkelek. Aztán vettem, mivel ez volt akcióban másfeles hazai tej, ebből vettem 4 litert, ugyanis van még itthon jó sok tejünk, csak ilyen tartós tej azért nem árt, hogyha van. Meg lehet, hogy most hétvégén majd a teljes autó, ami itt elmegy a házunk előtt, a Köhler tejtől is fogok házi tejet venni, ugye az több mint 5% zsírtartalommal bír, mert múltkor csináltam házi gomolyasajtot, és nagyon finom lett az ő tejükből. És végül, de nem utolsó sorban vettem ezt a körtecsomagot, ez azt hiszem 800 forint volt, meg egy kis nem tudom milyen valami női nevű almát, nem Ida Red, hanem valami speckó női neve van, ez 650 volt kilója, hát igen, de ez számított az olcsóbb verziónak, és ízes, finom, múltkor már vettünk ilyet, úgyhogy még egyszer megmutatom nektek, hogy miket vásároltam a Lidlbe. Jaj, majdnem elfelejtettem, vettem még a gyerekeknek a sulira, Rózinak, Joninak és Daninak, vagyis Ofinak, Joninak és Daninak nem volt ilyen kulacsa, mert mindig eltörik, elhagyják, letörik róla valami, úgyhogy ez ilyen 800 forintos, tök jó anyagból, ilyen erős műanyagból készült kulacsok, visszazárható tetővel, a harmadik az egy lila színű, csak most éppen edz Ofi itt a fejem fölött az emeleten, lehet, hogy hallottátok a dobogást, az előbb egy nagyot ugrott a Rózival, ő fölvitte már az ő kulacsát, úgyhogy ez a másik kettő, amit vettem. Kezdjük az elejétől, ugye a kóla, a virsli, a debreceni, friss csirkemellfilé felvágottak, ide került, most meg ide dobtam ezt a mazsolát, tortilla wrapek, bodri kutya bor, még egyszer mindenkinek ajánlom, oda nézzetek. Díjnyertes bor, látjátok, Bor és Piac néven nyert valami díjat 2020-ban, úgyhogy hajrá, kóstoljátok meg, tudjátok, lesz pótpéntek is, úgyhogy mindenképp tárazzatok be, aztán még több felvágott tofu, mert nagyon szeretjük sülve főleg, ez a jó kenyér, sima fehér kenyér, 4 liter tej, tojás, körte és alma, hát gyorsan írjatok egy összeget, hogy szerintetek ez mennyi pénzbe került, és mindjárt villantom a blokkocskát. És akkor nézzük azt a híres nevezetes blokkot. 3, 2, 1, 27.862 forint volt ez a Lidl-ös kiruccanásom. Erre már azt tudom mondani, hogy oké. Mert azért, ha megnézitek, volt benne minden. Tehát húshentes áru bőven, kenyér, ugye 2 drágább bor, ami most akciós, tehát egyáltalán nem drága szerintem.
Úgyhogy jó, hát nem vettem sok mindent, de ez az ára, tehát nem tudok kevesebbért vásárolni, szóval nálunk egy ilyen hóvégi kör, ez egy ilyen, ugye ez a másik helyen 20 ezer volt, mondjuk kerekítsünk itt, kerekítsünk 30-ra, tehát közel 50 ezer forint. Sokan ércelődnek, viccelődnek, meg kedvesen kérdezik, hogy lehet egy ekkora családnak menedzselni az ilyen anyagi kiadásait, hogyan osztom be, hogy mit, mikor, hol vásárolok. Hát nagyon szemfülesnek kell lenni, hol vannak az akciók. Természetesen a Lidl-ben használtam a Lidl Plus alkalmazásomat, ugye be vagyok regisztrálva, úgyhogy mindig nézem, hogy most milyen kuponokat tudok kiváltani. Jelenleg most nem volt aktív kuponom, mert ebben a hónapban valahogy kimaradt a Lidl-ös bevásárlás. Úgyhogy ez volt az első, hogy most februárban elmentem, és én azt mondom nektek, hogy a többi üzlethez vagy bevásárló lehetőséghez képest még mindig nagyon jó a Penny és a Lidl, tehát továbbra is tartom ezt, és úgy lehet menedzselni, most csak egy mondatban gyorsan egy tipp, az ilyen nagyobb volumenű kiadásokat, hogy egyszerűen elraksz hóvégére magatoknak, hogy tudod, hogy az utolsó héten kell kajára, és nem is kevés, úgyhogy ezt már hónap elején mondjuk egy borítékba berakod. Ne pihenjen a bankszámlán, mert úgyis az ember belekölt, meg itt-ott-amott, vagy tedd el a pénztárcád egy titkos rejtekébe az egyik kártya mögé, mondjuk a személyid mögé, tuszkold bele, és tudni fogod, hogy az azért van ott, mert hóvégén el kell, hogy költsétek ételre, italra. Látjátok nálam a tisztítószerek, vagy hát az ilyen papíráru is elfogyott. De nem is szaporítom a szót, ennyi volt a mai napi vlogom, remélem tetszett. Most egy kicsit sűrűbben fogok jelentkezni nektek, mert több időm van ismét videózni. Nagyon örültem, ha ma is végignéztétek a videót, nagyon örülök neki, hogy itt vagytok már ilyen sokan a csatornámon. Ez alá a videó alá is várom a tippeket, ötleteket, tanácsokat, hogy még milyen tartalmakat gyártsak nektek. Tudjátok, hogy mindig nagy örömmel veszem azt, hogyha interaktív ez a csatorna, és írogattok, kommenteltek, én mindig válaszolok rá, néha csak egy szívecskével, vagy egy lájkkal, vagy sajnos volt olyan, hogy diszlájkkal válaszoltam rá, mert olyan volt a komment, de ez a nagyon-nagyon ritka, hála Istennek. De én most megköszönöm a figyelmet, mert Tizi nem sokára felébred, és még el kell innen pakolnom, meg még a délutáni kávém is lemaradt. Úgyhogy mindenképp maradjatok velem, mert a vlog hét keretein belül egy tartalommal még biztos, hogy fogok nektek jelentkezni. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok a tagok, nem vagytok a csatornám lakója, ahogy mostanában mondani szoktam, és tudjátok, nagyon fontos, hogy legyetek egészségesek, vigyázzatok magatokra. Itt nálunk most itt nagy influenza járványok törtek ki, de remélem, hogy minél hamarabb kijönnek belőle a gyerekek. Minden szükséges gyógyszerrel és vitaminnal fel vagyok szerelkezve, hál' Istennek, úgyhogy legyetek ti is egészségesebbek, egészségesek, és szeressétek egymást nagyon-nagyon-nagyon, és becsüljünk meg minden napot, amit a szeretteinkkel együtt tölthetünk örömben, vidámságban, kihívásokban. Legyen hozzá sok türelmetek nektek is, és nekem is. És találkozunk pár nap múlva ismételten itt a csatornámon. Sziasztok!